Anka vagyok, idén fogok körülbelül olyan egy hét múlva érettségizni Gödöllön, egy református gimnáziumban, és hát igen, a jövő tanévtől szeretnék egyetemre menni, aminek így semmi köze nincsen a mezőgazdasági dolgokhoz, de sőt, kifejezetten az irodalom meg a művészetek érdekelnek, de ennek ellenére mindig benne volt a profilomban, hogy így mondjam, ez az ág is, és több oldalról is hallottam jó dolgokat erről a vidékkaland programról, és ezért gondoltam, hogy megpróbálom, hogy jelentkezzek ide. Hát a célom, vagy hát, hogy miért jelentkeztem, az egyrészt az a tapasztalatszerzés, az mindenképpen nagyon fontos szerintem, másrészt pedig egyfajta ilyen vidék illúziónak a levetése, mert azt hiszem, hogy egy kicsit van egy ilyen mixálti ideó, vagy hát ilyen idealizált képem, és igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy a valóságban ez hogy működik, mert budapestiként ez nem feltétlenül egyértelmű számomra, azt hiszem.